52-en vehetnek részt az országos koronavírus tesztben. Barcsról a KSH koordinálja a behívásokat. Ezzel a témával is foglalkozunk ma este a Barcsi Krónikában. Köszöntöm Önöket a képernyők előtt. Persze lesz itt még érettségi és gazdaság is. Továbbra is várjuk észrevételeiket és javaslataikat a képernyőn látható elérhetőségeken. SMS és Viber üzeneteket is várunk a 0670 639 102 7-es számra, e-mailt pedig a megszokott info@barcsmedia.hu címre írhatnak nekünk. Kezdésként lássuk, hogy mi minden fér bele a mai krónikába. Barcsról 52 főt hív be a KSH az országos reprezentatív koronavírus tesztbe. Jövő héten kezdik a vizsgálatokat, stúdió vendégünk dr. Kis Imre László, a rendelőintézet igazgatója. Megkezdődött az idei rendhagyó érettségi. Izgalom, maszkok és magyar feladatok az első napon. Körképünkben igazgatókat és diákokat kérdeztünk a tapasztalatokról. Készül az átjáró a strand és a leendő kemping között. Nem kell külön beléptető kaput építeni, az önkormányzat a kemping tulajdonosának nyitási ígéretére vár. Egyre több óvoda nyit meg Barcson, fogynak a szülők szabadságai, csak a dolgozók gyermekeit fogadják az ügyeleti rendben a bölcsődében és az óvodákban is a városban. A használt és az új autók piacát is derékba törte a koronavírus járvány. Gyárak álltak le, és márkakereskedések kerültek nehéz helyzetbe, de Barcson nem küldtek el dolgozót ebben a szektorban. Ki rajzzal, ki verssel, ki dekorációval köszöntötte az édesanyákat vasárnap, rajzpályázat és kreatív díszítés is szerepelt a Barcsi sorozatban. A folytatásban pedig érettségi, nagy volt az izgalom, közel 200 diák kezdte meg a vizsgákat a mai napon Barcson. A korlátozó intézkedések az érettségit sem hagyják érintetlenül, többnyire csak írásbeliket szerveznek az intézmények, de lesz, ahol lesz kivétel. Az érettségik menete az idei évben nem a megszokott mederben zajlik. A vizsga kapcsán foganatosított új biztonsági szabályok mellett már a felkészülés is rendhagyó módon tellett. Ugye a tanároknak az interneten keresztül kellett elküldeniük a segédanyagokat is, meg az órai leckéket is. De úgy gondolom, hogy segítettünk egymásnak mindenbe, és a tanárok is segítőkészek voltak végig velünk. Én már tavaly is átéreztem valamennyire ennek az érettségi rendszernek a működését, mivel tavaly előrehozott érettségit tettem német nyelvből. Úgyhogy akkor már egy kis bepillantást nyertem, hogy hogyan is működik ez az egész, de én igazából mindig önállóan tanultam, lehető legkevesebb segéd lett, nem nagyon volt rá szükségem szerencsére, úgyhogy ez a mostani helyzet se okozott igazából nagy fejtörést, hogy hogyan fel kellett készülni tisztességesen, és így, mint most látszott is, nem volt probléma. Ebben a helyzetben mindenki megpróbálta a legtöbbet segíteni a másiknak úgy, ahogy tudod, hogyha valakinek hiányzott egy tétele, akkor azt odaadta neki, hogyha kellett segítség, akkor azt odaadták neki. Tehát, hogy szerintem jobban összehozta a társaságot az, hogy messze voltunk egymástól, mint az, hogy minden nap találkoztunk. A diákoknak idén korábban kell érkezniük az írásbeli vizsgára. Egy teremben maximum 10 fő írhat érettségit, továbbá a kitöltött feladatlapok is egy napot pihennek, mielőtt az azokat javító szaktanárokhoz kerülnek. Az érettségi mindenkor egy nagyon fontos eseménye az évnek, és mindig nagyon igyekszünk, hogy minden az előírásoknak megfelelően a lehető legjobban és a gyerekeik érdekében történjen meg. Most az előírt biztonsági intézkedésekre vagy előírásokra kellett sokkal jobban figyelnünk. Sokkal korábban jöttünk, a gyerekeket is annyival korábbra vártuk, hogy időbe be tudjanak ülni a termekbe, tartani a megfelelő távolságot. A védőeszközök elő voltak készítve, nyilván vannak kihelyezve még különböző fertőtlenítőszerek is, tehát sokkal több mindent kellett elmondani a felügyelő tanároknak, a gyerekeknek, sok mindenre felhívni a figyelmüket, és hát egyáltalán vigyázni a biztonságukra. A maszkviselése, mivel szemüveges vagyok, ezért egy
kisebb problémát jelent, mivel bepárásodik tőle a szemüvegem, de úgy gondolom, hogy minden problémát most így félre lehet tenni egy ilyen nagy dolog érdekében, hogy ez most jól sikerüljön, és nem kell vele foglalkozni, mert ez a szituáció, vagy ez a helyzet alakult elő, és ezért nem tudunk ellene mit tenni. Ezt el kell fogadni, és tovább kell lépni rajta. Magát a feladatlap megírását, azt én úgy gondolom, hogy nem befolyásolja ez, mivel úgyis az ember egy maga írja, meg nem 8-10 emberrel. Az meg én szerintem alapból sem olyan túl rossz dolog, hogyha minél kevesebb ember ül egy teremben, mert mondjuk akár a felügyelő tanárnak jóval könnyebb odafigyelni, hogy ki hogyan, merre, mit csinál esetleg. Fontos változás továbbá a szóbeli vizsgák hiánya. Bár akad olyan tárgy, ahol nem lehet nélkülözni a szóbeli megmérettetést, továbbá a javítás is ilyen formában lesz majd lehetséges, ezektől eltekintve a vizsgák nagy része csak írásban zajlik. Van az a két típusú diák, aki nagyon jól elő tudja magát adni és kibeszélni magát a szóbeli érettségén. Persze ez csak akkor megy, hogyha tudás is van mögötte, mert azért a vizsgáztató tanárokat nem annyira könnyű elszédíteni. És van olyan típusú gyerek, aki meg nagyon nehezen nyilvánul meg szóba. Én úgy gondolom, hogy azért az írásbeli és szóbelivel együtt teljes az érettségi, és azért nagyon hiányzik az a bő egy hónap, amikor a diákoknak tényleg az a feladata, hogy szépen felkészüljenek a szóbeli érettségire. Amikor kijött a rendelet, hogy ugye nem lesz szóbeli része a vizsgáknak, akkor nagyon szomorú lettem, mert én személy szerint szeretek szóban vizsgázni, szerintem mindenki fel van rá készülve, mert ugye megkapjuk a tételeket, akkor ezt kidolgozzuk, ezzel foglalkozunk, és én személy szerint szomorú voltam, bár hogyha jobban belegondolok, akkor lehet, hogy jobb így, hogy ezt most nem kellett még a vállunkra rakni. Az elején nem örültem neki, hogy eltörölték a szóbelit, mivel inkább azzal akartam volna felhúzni a százalékot az érettségének, viszont így jobban belegondolva kevesebb tételt kellett így megtanulni, úgyhogy végül is örülök neki. Bár az idei érettségi vizsga sok szempontból tartogat újdonságokat a diákok számára, egy dolog nem változott a tanulók elmondása szerint. Mindenki próbálja a legjobbat kihozni magából. No hát akkor túl vagyunk az első napon, mint az iménti összeállításban is látható volt. Ez megoszlik a diákok véleménye, és persze mindenki izgul, hát még a holnapi nap előtt. Ez teljesen természetes, de mi a helyzet például a két tanítási nyelvű képzéseknél, hiszen ott például lesz szóbeli téma kapcsán vendégünk Csokor Réka, a Barcsi Széchenyi Ferenc Gimnázium igazgatónője. Szép jó napot kívánok, szia! Jó napot kívánok, szia, üdvözlök mindenkit! Mi a helyzet a két tanítási nyelvű érettségikkel? Mert hogy ahogy a hozzászólásokat nézte az ember, még az alsóbb évfolyamosok sem voltak feltétlenül tisztában azzal, hogy ez az úgynevezett rendszer, ami miatt valaki egy két tannyelvű iskolába megy, most valóban ezt a nyelvvizsgával járó érettségit megadja a követelményszint teljesítésekor, vagy pedig attól kezdve, hogy írásbeli van, bukta utca és nem lesz nyelvvizsga. Hát nyelvvizsga lesz, azért az, arról szeretnék mindenkit megnyugtatni, vagy ezzel kapcsolatban, ugyanis hát nálunk igazából a nyelvi érettségiket előrehozottan teljesítik a diákok, nagyon-nagyon kis százalék az, aki végzős korában megy el esetleg egy emelt szintű érettségire, korábbi években esetleg nem sikerült, vagy tényleg kivárta a végét, de ez tényleg nagyon kis százalék. Tehát már csak emiatt is megkapják majd a beígért nyelvvizsgát. Ugye a két tannyelvű oktatás az úgy működik, hogyha emelt szintű nyelvi érettségén 60%-ot legalább elér a tanuló, ez azt jelenti, hogy ötösre érettségizik mondjuk angol vagy német nyelvből, illetve célnyelven teljesít még két érettségi tantárgyat, akkor felsőfokú nyelvvizsga jár érte, tehát államilag elismert felsőfokú nyelvvizsgát kapnak az érettségi bizonyítvánnyal, ez idén is ugyanígy lesz. Azok sem lesznek hátrányban, akik most teljesítik a nyelvi érettségit emelt szinten, ugyanis annak ellenére, hogy nincsen szóbeli vizsga nyelvből, ugyanúgy komplex nyelvvizsgát fognak kapni érte. Tehát ezzel nincsen probléma. A szóbeli érettségikhez pedig annyi, hogy hát nálunk lesz szóbeli érettségi a két tanítási nyelvű tagozaton, ugyanis van egy választható tantárgyunk, úgy hívják, hogy célnyelvi civilizáció. De szép neve van. Igen. Ott például nincsen írásbeli vizsga, csak szóbeli, úgyhogy ott meg lesznek tartva a szóbeli vizsgák is. Ezek is májusban, vagy?
Június 15-16. Június 15-16, tehát ott még lehet izgulni, meg a holnapi matek miatt is lehet izgulni. Hogy zajlottak ezek az úgynevezett biztonsági intézkedések az intézményben, hiszen erre most külön figyelni kellett, nemhogy később kezdődött maga a vizsga, de hát figyelni kellett az intézménynek, hogy ne legyen csoportosulás ott az iskolában, meg védőeszközöket kellett foganatosítani most. Hogy zajlott ez? Mire kellett figyelni konkrétan? És volt-e belőle elegendő, legyen szó bármilyen védőeszközről? Mindenből volt elegendő, sőt, hát minden érettségi napra külön maszkot tudunk biztosítani a diákoknak, illetve mi gumikesztyűt is, aki szeretett volna, azt tudott venni, ugyanis van készleten nálunk, tehát védőeszközből nem volt hiány. A pedagógusoknak végigviselni kellett a gumikesztyűt, illetve a maszkot is a vizsgák, a vizsga négy órája alatt a diákok a teremben már ugye a maszkot levehették, tehát azért ugye elég nehéz 4 órán keresztül koncentrálni és vizsgázni, hogy a maszk rajtuk van, hát a többség azért levette a teremben már a maszkot. Amikor elhagyták a termet, vagy amikor belépés-kilépés történt az iskolába, illetve a terembe, akkor kötelező volt a maszknak a viselése, illetve a kézfertőtlenítés is kötelező volt természetesen, akkor is, ha a teremből ment ki esetleg mosdóba a diák, illetve amikor visszament, akkor is kötelező volt ez a dolog. Hát nem volt még ilyen érettségi. Hogy viselik ezt a diákok? Mert nem ballagtak, hát nem volt szerenád, hanem egyből a magyar érettségivel gyakorlatilag beleestek a mély gödörbe, hogyha úgy tetszik. Ez egy furcsa helyzet szerintem furcsa a tanári helyzet. Karnak is. Igen, mindenkinek azt gondolom. Hát a ballagást azt nagyon sajnálták, hogy ebből kimaradtak, ebből az élményből. Mi próbáltunk egy online ballagás félét összeállítani számukra. Ennek azért elég pozitív visszhangja volt, úgyhogy én nagyon örülök, hogy megcsináltuk, és remélem, hogy a többségnek azért ez is tetszett. Illetve megígértük nekik, hogyha tényleg a járványügyi helyzet és az intézkedések ezt lehetővé teszik, vagy hát a szabályok, akkor mi szeretnénk nekik egy valós ballagást is tartani. Hát én azt gondolom, hogy ennek realitása az évnyitóval együtt lehet. Ugye augusztus 15-ig már kiderült, hogy ezt nem lehet megtenni. Azonban, ha esetleg tényleg annyira kedvező lenne a helyzet, és engedélyeznék utána a rendezvényeket, akkor még a szeptember 1-e azt gondolom beleférne, hiszen ezeknek a gyerekeknek és a családoknak fontos az, hogy ez az esemény megvalósuljon. És akkor érettségi tovább, mert hogy az első napon vagyunk túl, holnap jön a rettegett nap, vagy nem tudom, hogy rettegette, bízunk benne, hogy nem, de hogy fogadták a diákok azt, hogy többnyire írásban kell most teljesítenük a követelményeket? Változott-e bármi, vagy ők teljesen úgy álltak hozzá, hogy hát írásban ugyanúgy szerepel az ember a tudásanyaggal, mint szóban? Problémát okozott-e? Hát ez diákra válogatja, valaki nagyon szeret szóban megnyilvánulni, nekik nyilván fog hiányozni a szóbeli vizsga, illetve hát azért szóbeli vizsgán tanároknál vizsgáznak, ott azért tudunk némi segítséget nyújtani olyan szinten, hogy megnyugtató esetleg a saját tanárnak a jelenléte, vagy tudjuk, hogy mi hogyan tudunk egy gyerekhez odafordulni, kérdezni tőle. Tehát én azt gondolom, hogy a szóbeli vizsgával azért följebb lehetett volna tornázni a pontokat. Másrésztről viszont előny lehet az, hogy sok gyerek nálunk ugye most a hétfőket szerdán megírja az írásbeliket, és ezennel lezárult az érettségie. Tehát a szóbeli tételeket nem kell annyira pontosan megtanulni, mint eddig. Tehát ez nézőpont kérdése, hogy ez most előny vagy hátrány. Bízunk benne, hogy akkor neki kitör a vakáció, és akkor, ha más nem, kárpótlásként kaptak még egy hónapot a nyári szünetből, ami már, hát valljuk be őszintén, nézőpont kérdése, hogy tartam vagy nem, de a digitális oktatás többieknek zajlik, tehát a tantermen kívüli munkarend, és házi feladat, és videós órák, azok mennek ugyanúgy, vagy most érettségi szünet van? Most érettségi szünet van ebben a 3 napban, tehát igazából szinte az összes tanárunk be van osztva felügyeletre, tehát most biztos, hogy nem is lenne idő arra, hogy órákat tartsanak valamilyen módon. Az megy természetesen, tehát én azt gondolom, hogy elég sok feladattal ellátjuk a diákokat, nem unatkoznak. Biztos, hogy néhány tantárgyból lesz hátrány, de vannak olyan tantárgyak, ahol például előny is lehet, én azt gondolom. És akkor egy kérdés még, mert hogy ugye zajlik az érettségi, de hát ez az iskola szempontjából is egy rendkívüli érettségi, nem csak a diákok szempontjából. Mennyiben másabb itt most egy tanteremben hány diák lehet?
több tanára van-e szükség ahhoz, hogy hitelesen, tényleg problémamentesen le lehessen bonyolítani a vizsgákat? Ezt külső szemlélőként mi nem látjuk, hiszen tegyük hozzá, hogy amúgy sem lehet kibeflangálni egy érettségi időszakban, most meg különösen nem. Így van, több teremre van természetesen szükség, úgy mivel előírták nekünk, hogy egy teremben maximum 10 vizsgázó tartózkodhat, ez nálunk talán 9 a legtöbb, amennyi gyereket beosztottunk egy terembe, de van két olyan termünk is, ahol például 3 a maximális létszám, ők a krónikus betegek, tehát ők asztmások. Az ő esetükben a tankerület nálunk előírta azt, hogy maximum 3-an tartózkodhatnak egy terembe, tehát rájuk különösen ügyelünk és vigyázunk. Úgyhogy hát igen, más. Hát sokkal több teremben írják, sokkal több felügyelő tanár, több helyettes felügyelő, több folyosó felügyelő, úgyhogy be vannak osztva a kollégák, illetve nagyon-nagyon önzetlen segítséget is kaptunk, segítséget a felügyelet végrehajtásához. Tehát például a szivárványiskolának a pedagógusai vezetősége felajánlotta, hogy ők nagyon szívesen besegítenek nekünk. Ma például a beengedésnél ott is volt 3 kollégájuk, úgyhogy nagyon-nagyon rendes volt tőlük, és nagyon hálás voltam a segítségért, illetve óraadóink is felajánlották, hogy ők is nagyon szívesen segítenek. Egyelőre egyébként megvagyunk mi a saját tantestületünkkel, a termekben, illetve a folyosókon, illetve helyettesként, de mindig jól jön a segítség, illetve ha tudjuk, hogy van kire számítani. Nem tudunk személyesen meggyőződni az érettségi hangulatáról, mert nem lehet bemenni, de ugye itt nagyon sokan kritikával illették, amikor megjelent, hogy az sem elképzelhetetlen, hogy egyenruhások fognak bemenni az intézményekbe. Volt ilyen a Barcsi Gimiben? Egyenruhások nem jöttek be hozzánk egyáltalán. Annyit láttunk a beléptetésnél, hogy távolról 2 rendőr azért figyelte azt, hogy ne csoportosuljanak a diákok, de egyáltalán nem volt zavaró a jelenlétük, úgyhogy inkább csak segítségnek fogtuk mi ezt föl. Milyen arcot vágtak a diákok, amíg meglátták a sulit? Jó kedvük volt egyébként ott a bejárat előtt. Hát azért egy-két esetben rájuk kellett szólni, hogy egy kicsit messzebb egymástól, de hát ugye várták a 8 órát, amíg el nem indult a beléptetés folyamata, addig távolról legalább 2 métert egymás között hagyva beszélgettek egymással. Tehát március közepe láttam, óta hogy nem voltak igen, ott. Igen. Tehát jó kedvűek voltak, kicsit izgultak talán, de jó, alapvetően jó volt a hangulat. A Széchenyiben egyébként melyik az a tantárgy? Tudom, nincs ilyen reprezentatív felmérés, mert nincs, amitől a leginkább tarthatnak a diákok a mostani, vagy bármelyik érettségi időszakban. Mi a mumus? Hát a többségnek biztos, hogy a matematika, ahogy minden iskolában szerintem. Úgyhogy a holnapi napot, hogyha megcsinálják és túl lesznek rajta, akkor talán megnyugodhatnak egy kicsit. És hát a kollégistáknak pedig helyet biztosít az iskola, ugyanúgy egy fő lehet egy szobában is az ellátásról igény szerint gondoskodnak majd. Hát én zökkenőmentes jó munkát kívánok mindenkinek, aki ebben a szervezésben részt vesz, és hát aki teljesíti a rárót feladatot, azt hiszem, hogy nekik, hát nem is tudom, kéz- és lábtörést szoktak kívánni, ugye? Talán. De ez csak visszafogottak. Jó munkát szépen. Kívánok a folytatáshoz is, és természetesen, hogyha lesznek eredmények, akkor azokat is várjuk, hiszen az intézmény is közzét szokta tenni, hogy ki milyen eredménnyel zárta az itt töltött éveket. Csokoréka, köszönjük szépen még egyszer. A folytatásban pedig gazdasági, illetve politikai téma következik, hiszen még az előző önkormányzati ciklusban vetődött fel a kemping és a Barcsi strand közötti átjárás lehetősége. Az önkormányzat építkezésbe kezdett, és úgy fest, hogy a napokban el is készül ez az átjáró. Mutatjuk a részleteket. Nem lesz beléptető kapu, karszalagolvasó sem, de az egyelőre csak remélt kempingezők azért átmehetnek majd a Barcsi strandra. A két terület között ugyanis csupán néhány lépés távolság van. Ez nem jelenti azt a tervek szerint, hogy nekik nem kell jegyet venni majd. A több éves átjáró vita úgy tűnik megoldódni látszik, már készül a gyalogjáró a remélt turisták számára. Látjuk, hogy minden medence üres, nincs benne víz. Elkészültek a karbantartások, belül, kívül fugázások, csempejavítások, és ugye volt az önkormányzatnak egy ígérete, hogy május 1-ére a kempinget összekötjük a stranddal. Jelen pillanatban, hétfő óta folyik ez a
munkálat, és bízunk benne, ha nem is elsőjére, de negyedike, ötödike körül kész lesz. A kempingnek az összekötése, tehát mi készen állunk arra, hogy a kempingnek a tulajdonosa és majd a leendő üzemeltetője beadja a városhoz a kérelmét, hogy a kempinget üzemeltetni kívánja, illetve a járási hivatalnál is el kell indítani az adminisztrációs dolgokat. Ez a mai napig még nem történt meg. Az átjáró a külső medencetér mögött épül a majdani kempingezők számára, itt a tervek szerint jegyértékesítés nem lesz. Két kapun kell majd áthaladniuk a turistáknak, a belépőt azonban továbbra is a jegypénztárban válthatják meg. Hátul fognak bejönni ugye a kemping felől, és nem lesz semmilyen beléptető, hanem a kempingben lévő vendégek egy külön más színű szallagot fognak kapni. Beállnak a sátorozók, a lakóbusszal jövők a kemping területére, bejönnek a strandra, megveszik a háromnapos, négynapos, akármilyen időtartamot itt lévőknek a szallagot, és ez speciális szallag, ezzel kibejárhatnak, és csak egy egyszerű kapu lesz, aminhez minden egyes kemping tulajdonosnak lesz kulcsa, kinyitják, bezárják maguk után, és bejönnek a kemping területére. Tehát ez semmi különleges beléptető rendszer, amiről régebben szó volt, hogy ez ennyi millió, annyi millió, nem. A mostani beruházás során térkövezés, tereprendezés zajlik. A strandon 24 órás őrzés van, így a kemping vendégei is csak nyitvatartási időben közlekedhetnek majd, amikor a belső kapu is kinyit. A polgármester elmondta, a város megtette az első lépést, most a kemping tulajdonosának kell intézkednie. Mi arra várunk, hogy a kemping tulajdonosa bejelentkezzen és hozza azt a működési engedélyt, hogy ő szálló vendégeket tud a kempingnek a területén altatni, és abban a pillanatban működik a dolog. Mi erre várunk, mi készen vagyunk. Az átjárás kiépítése 1,5 millió forintba kerül az előzetes számítások szerint. Most tehát a kempingre várnak. Bízunk abban, hogy a másik fél, aki ütötte az asztalt, hogy már pedig én kinyitom a kempinget, amint a város megcsinálja az átjárót, a város megcsinálta az átjárót, jelentem. A folytatásról most még semmit nem lehet tudni. A tömegrendezvények elmaradása, a szálláshelyek nyitása a következő napokban dőlhet el. Az önkormányzat a kemping tulajdonosának kérelmeire vár továbbra is. Ahogy fogynak a szabadságok, egyre több szülő kéri óvodáskorú gyermekének felügyeletét. A veszélyhelyzet kihirdetése óta ügyeleti rend van érvényben a Barcsi bölcsődében és az óvodákban is. A létszám egyre növekszik, és az új szabályok miatt újabb óvodák nyitottak meg a mai naptól. Virágot is hoztam neked, pedig keltem sincsen. Anyák napi éneket gyakoroltak a picik, amikor felkerestük a Hásfa utcai óvodát, ahol vidáman játszadoztak az udvaron. Egy hónappal ezelőtt 6 gyermeket láttunk itt, ezúttal több mint 30-at. A március 17-én bezárt bölcsőde is újra nyitott időközben, az elmúlt hetekben 8-10 gyermek látogatta az intézményt. Az új kormányrendelet május hónaptól érvényes, amelyben elrendeli a kormány, hogy az ügyeletes óvodákban és bölcsődékben egy gyermekcsoportban 5 gyermek lehet. Ez a változás természetesen a bölcsődét nem érinti, ugyanúgy 5-5 gyermek van egy-egy gyermekcsoportban, de viszont az óvodáknál olyan változások következnek be május első hetétől, hogy a Szent István utcai óvodánkat is ki kell nyitnunk, és a Széchenyi közi óvodánkat is, és természetesen továbbra is működni fog a Hásfa utcai óvoda. A Hásfa utcában helyezik el a Deák Ferenc utcai óvodások közül ellátást kérő 5 gyermeket az itteni 10 fővel. A 3 csoportszoba így foglalt lesz. A Szent István utcai óvodából is 10 gyermek szülei jelentettek be igényt, így ott 2 csoport indul csak, akár csak a Széchenyi közi óvodában. Csak is azok jöhetnek óvodába,
akiknek a szülője dolgozik. Tehát dolgozó szülők gyermeke. Azon kívül a kormányrendelet tartalmaz egy olyan pontot, hogy minden szülőnek nyilatkoznia kell, hogy vírusmentes a gyermeke. Ezt a nyilatkozatot egy nyomtatványon fogják kitölteni a szülők május első napján, amikor az óvodákban ugye a gyerekeket viszik. Nem kell meglepődni azon sem a szülőknek, hogy az óvodában nem szabad belépni, nem lehet. Feliratozva van az ajtókon, hogy csengessenek, mindenhol ott a csengő, és vagy az óvoda pedagógus, vagy a dajka fogadja a gyerekeket, veszi át a szülőktől. Ugyanez van a bölcsödébe is. A mostani óvodai nevelési igény mellett a két megnyitott óvodával közösen még két szabad csoportszoba van, vagyis 10 gyermek érkezése még megoldott. Abban az esetben, ha további kérelem érkezik, akkor megnyitják a Deák utcai óvodát is, ahol 4 csoportszoba 20 gyermek elhelyezését teszi lehetővé. Folyamatosan nő az étkezési igények is, ami természetesen ki tudunk elégíteni. A 30-32 óvodás gyermek mellett még 60 óvodás gyermek éthordóban kéri az étkezést, ami természetesen a Tavasz utca 3 konyháról elvihetnek minden nap 11 és 1 óra között, illetve ugyanez van az általános és középiskoláknál is, csak kisebb létszámban. A deákos diákok közül most épp 48 kért meleg ebédet, az aranyosok közül 60, és a középiskolásoknál még megjelennek a vidéki érettségizők is, akiknek szintén biztosítanak ebédet, sőt, a kollégiumot kérőknek teljes ellátást ajánlottak fel. Munkaügyek és óvoda után pedig egészségügyi kérdésekkel folytatjuk a Barcsi krónikát, hiszen sok minden változott, de a lényeg nem. Talán így lehetne összegezni az egészségügyel kapcsolatos változásokat. Mi a helyzet a járóbeteg ellátóban? Vajon hogy üzemel most a rendelőintézet? Lehet-e menni, kinek lehet menni, és mikor lehet menni, és persze milyen feltételekkel? A téma kapcsán tisztelettel köszöntöm stúdiónkban ma este dr. Kis Imre László igazgató urat. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást! Elég sok minden változott itt a hétköznapjainkat illetően. Maradtak ugye a bevásárlási sávok, viszont azért néhány könnyítés van, teraszokra már helyel közel ki lehet ülni, és hát az a szigorú kijárási korlátozás is úgy fest, hogy egy kicsit engedélyebb a mai naptól. Az egészségügyben azonban nem lehet pardon. Ott most mi a helyzet a járóbetegellátó intézetben? Működik-e, és hogyha igen, akkor hogy? Ez egy nehéz kérdés, nem tudom, melyik volt a könnyebb, amikor le kellett állnunk csak az akut ellátásra, vagy pedig visszatérni, mert igazából kijött péntek éjszaka a kormányrendelet. Valóban egy csomó könnyítés van, de egyet nem szabad elfelejteni. A vírus az van, és továbbra is lesz a vírus, tehát rendkívül óvatosan, rendkívül visszafogottan szabad újraindítani az egészségügyi ellátást. Amit szeretnék kihangsúlyozni, és ez a rendeletben nagyon szerepel, csak előjegyzéssel lehet. Tehát nem lehet úgy, hogy most meggondoltam reggel 7 órakor, hogy 7:30-kor megyek orvoshoz, csak előjegyzés, telefonon egyeztetés. Tudni kell azt, hogy az új rendelet szerint, tehát telefonon keresztül 3 dolgot el tudunk intézni. Elbeszélgetünk a beteggel, lehet, hogy egy jó tanácson kívül semmi másra nincs szükség, tehát ezzel megoldjuk. A másik a panaszok kikérdezésével el tudjuk dönteni azt, hogy igényel-e valamilyen gyógyszeres ellátást, tehát akkor egy receptre felírjuk a gyógyszereit. Harmadik lehetőség, amikor úgy látjuk, hogy igen, indokolt a páciensnek a vizsgálat, illetve további kezelés vizsgálat, akkor pedig adunk időpontot neki. Tehát ezt szeretném különösen hangsúlyozni, hogy ezekhez tartsuk magunkat. Tehát nem úgy van, hogy most felszabadult, mint a játszótér, tehát mindent lehet csinálni, nem. Tehát szigorú szabályok vannak. Annyi változott, hogy olyan szakrendeléseket indítunk újra, amik kis óraszámmal működtek, és eddig nem működtek.
Igen, a holnapi naptól már délelőtt van a fülorvégészeti szakrendelésünk, csak kedden, jövő héttől pedig hétfőn és keddenként lesz mind a két nap, tehát így tudnak jönni a kollégák. A reumatológiai szakrendelés szerdától újraindul, tehát lesz reumatológiai szakrendelés, lehet jönni. Ami kérdéses, nem tudjuk a kezeléseket, tehát a fizioterápiás kezeléseket, a gyógytornát, a masszást, hogy mikor engedélyezik, mert ebben a rendeletben konkrét dolog nincsen róla szó. De erre a hétre lehetséges, hogy lesz valamiféle tájékoztatás. Én bízom benne, hogy így van. Elkészüljük a tüdőszűrést. Igazából nem a sima lakossági tüdőszűrést, mert azt elvégben csak június 1-től lehet végezni, de viszont a foglalkozás egészségi ellátásban nagyon le vagyunk maradva, és vannak különböző foglalkozások, ahol tüdőszűrő nélkül nem engedik dolgozni a dolgozókat, úgyhogy ezt elindítottuk, és jövő héttől indítjuk a foglalkozás egészségi szakrendelést, és tehát jövő hétfőtől üzemel. Bőrgyógyászat ezen a héten csak pénteken lesz, jövő héttől kezdve teljes üzemben működik. A kuraszerű ellátásokról nem tudunk semmit, mert jelenleg a törvény erről nem nyilatkozott, tehát erről nem. Tehát igazából nem is nagyon szeretnénk nagyon gyorsan újraindítani, mert ez az idősebb korosztálynak a kezelési módszere, tehát az őkeringési elégtelenség, ízületi panaszok, derékpanaszok miatt kapják az infúziókat. Ők a veszélyeztetett korcsoport, úgyhogy egyelőre nincs. Nem tudjuk, mi lesz az egynapos sebészettel. Tehát elvégbe indulhatunk, de van egy órás kérdő, amire nem tud senki válaszolni, hogy az egynapos sebészetbe koronavírus tesztszűrés kell. Ki fogja végezni, ki fogja fizetni, kinek lesz erre kapacitása, tehát ez mára várjuk a rendeletet. És gondolom, hogy melyiket fogadják el? Így van, mert tulajdonképpen amit most kérésre végeznek, az 36.000 forint, tehát azért ezt tudni kell róla. A másik kérdésem a labor. Ott mindig túl zsúfoltság van, mindenki reggel 6:30-kor akar jönni a laborba. 7-től déli üzemel a labor, déli lesz a vérvétel ebbe az időszakban. Itt is folyamatosan engedjük be a pácienseket, tehát nem fog áramnál több beteg bent lenni, vagy páciens. Mindenféleképp a rendelő területén el akarjuk kerülni a zsúfoltságot. Most is szeretném régen is hangsúlyozni, már beszéltünk többször, soha nem áll vissza a régi rend. Tehát ez egy teljesen új rendelési módszereket kell kialakítani. Most is, és még jó darabig úgy fog bejönni a beteg, hogy kézfertőtlenítés, talpfertőtlenítés, kérdőív kitöltése, hőmérséklet mérése, és utána jelentják az illetékes szakrendelésre. Sok minden tehát újraindul, marad azonban az időpont egyeztetés. Itt a telefonos módszert javasolta igazgató úr az imént, de nézőtől kaptuk a kérdést, hogy mi van, hogyha ő úgy ítéli meg, hogy sürgős az eset, akkor sem állíthat oda? Akkor is telefonáljon? Vagy akkor is egy hét vagy két napon belül kap időpontot? És akkor itt jött a válasz, hogy azért ez egy nem pusztán egy időpontkérés, hanem egy elbeszélgetés is. Tehát a telefon nem azért veszük fel a telefont, hogy időpontokat adjuk, hanem el kell beszélgetni. Megbeszéljük a beteg, hogy ez valóban akut. Elmondja a panasz, hogy kikérdezzük, és az alapján nagyon sok mindent el lehet már dönteni, hogy továbbiakban hogy megy. Ahol nem kell előjegyzést, tehát ott eleve adunk előjegyzést, az a terhes gondozás. Tehát itt volt mindig a gond. Nagyon sok terhes van, ebben a vízhelyzetben még több terhes lett, ennek csak örülni kell. A terhes gondozást úgy fogjuk üzemeltetni, hogy minden hétfőn, kedden és pénteken 7 órától 10 óráig oda nem kell időpontot, eleve mi adjuk az időpontot, tehát úgy rendeljük vissza a terhéseket. Nagyon sok kérdés van még, így például a szájmaszk, szájkendő használata. Korábban már felhívták a figyelmet, amikor a rendelkezés kijött, tömegközlekedési eszközön is kötelező, zárt üzlettérbe belépve is kötelező a szájmaszk, illetve az arckendő használata. Mik a tapasztalatok így az első nap leforgása után? Hát eddig is figyeltek azért nyilvánvalóan erre. Most azonban hát
tényleg kötelező, és megkövetelik ezt. Eddig is javasoltuk, tehát a dolgozóinknak kötelező volt szájmaszkot hordani. Innentől kezdve, aki a rendelőbe jön, és nincs szájmaszk, ezt ellátjuk. De a tapasztalat, az első nap tapasztalat az, hogy a páciensek nagy része rendelkezik, tekintve, hogy nem csak hozzánk jön, máshova is mennek. Mindenféleképp, tehát ez valahogyan furcsa, hogy szájmaszkba járunk, kell hordani. Ez az egyik legelső védekezési módszer, mert a vírusok, ezt már itt a műsorban elhangzott egyszer, hogy nem lebegnek a vírusok, hanem valamihez kötődnek, és az ki fogja szűrni ez a szájmaszk. És hát védeni kell az egészségügyi személyzetet is, amely most már azért átesett egy jó nagy teszten, mert hogy nem titok, korábbi törekvés volt, és éppen ön kezdeményezte, hogy azért bizonyos szakmákat itt Barcson az ellátó rendszerben, legyen szó szociálisról, egészségügyiről, szűrjenek le. Ez a folyamat megkezdődött, hol tart most? Igen, megkezdődött, és szeretnénk megköszönni az önkormányzat támogatását. A rendelőnézetnek az összes dolgozóját leszűrtük. Hál' Istennek mindenki negatív, három esetben kellett ismételni, de mind negatív lett. Óriási hiány van tesztből, tehát egy adagot kaptuk, amint megérkezik a következő szállítmány, rögtön elkezdik a szociális központot szűrni, úgyhogy én bízom benne, hogy egy 7-10 napon belül az összes egészségügyi, tehát házorvosi rendszerrel is mindenki leszűrve. Hogy néz ki egyébként egy ilyen teszt? Mert mindenki ettől fél, mert hogy ott van, hogy hát vérből mutatják ki, vérvételigényes, és így tovább, és így tovább, és hát számtalan tesztről lehet hallani, hogy mennyi idő alatt lesz egyáltalán eredmény. Na, a megbízhatóság az meg megint egy külön kérdés most, ami napirendben van. A teszt, amit mindenki látott, terhességi teszt. Pontosan ugyanaz. Ugyanúgy néz ki, ugyanakkora, csak nem vizetet cseppentünk, hanem egy csepp vér. Tehát újbegyből egy csepp vér, és két, van ilyen puffer oldalt, kettő cseppet rácseppentünk, és 15 perc alatt van eredmény. Attól függ, itt nem úgy van, mint a terhességi tesztén, hogy két csík itt, vagy egy csík az, ami negatív, vagy a három csík, vagy két csík, ami pozitív, úgyhogy... De ilyet még nem láttak. Nem látunk, hál' Istennek, tehát ez, de jön ki egy újabb érzékenyebb teszt. Itt azért nagyobb a hiba határ, tehát amiről szó volt, hogy mennyire biztonságos. Ha negatív az jó, a pozitívokat kell mindig ismételni, mert előfordulhat ilyen avadási problémáknál, hogy kicsapódás van. Az új olyan lesz, hogy az viszont vérvételes lesz, és a vér sahova csináljuk. Tehát ugyanez a teszt nagyságra egyéb, de abba fogjuk csinálni. Ugye van az a teszt, ami a vírus jelenlétét méri, és van, ami a termelt ellenanyagot. Ez most melyik fajta? Vagy melyik lesz a következő? Tehát tulajdonképpen ez a teszt egyáltalán azt mutatja, hogy van-e friss fertőzés, tehát hogy van-e ilyen pozitivitása, amilyen 6 nap körül jelenik meg, illetve van-e IgG, amikor az van, akkor már átesett a fertőzésen. Tehát ezt is ki tudjuk mutatni. Teszteltük is koronavíruson átesett betegnél, nagyon szépen kimutatott, hogy igen, átesett a fertőzésen. Koronavírus fertőzött beteg kevés van Barcson, aki ezen túlesett. De neki is akkor ezek szerint semmiféle egyéb tünete nincsen. Ugorjunk egy nagyot, mert hogy sokan fognak találkozni még az úgynevezett tesztbehívóval. Ők lehet, hogy nem szociális dolgozók, lehet, hogy nem egészségügyi dolgozók. Indul az országos tesztprogram, és a Barcsi járás területéről 2 darab településről biztosan lesz a Központi Statisztikai Hivatal által behívott személy. Ez pedig Barcs és Drávagárdony, a két kijelölt rész. Somogy megyéből, ha jól számoltam össze a KSH friss adatsorát, 27 település van a nyilvántartásban, ahonnan számíthatnak ilyen típusú felkérésre. Úgy tudom, hogy kapcsolatban vannak már ezzel a szűréssel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen azt nem várom, hogy elmondja, hogy kiket hívnak be, mert nyilván ez nem a helyiek kompetenciája, de mi fog itt történni, erről tudnak-e valamit? Igen, tehát az, hogy kikerül ebbe a szűrőcsoportba, ezt nem tudjuk. Hiába kopogtat most bárki, hogy én COVID-tesztet akarok, ez nem így megy. Ez random választják ki, tehát ezt mi is beszéltük, hogy nem tudom milyen korcsoport, nem tudom milyen foglalkozás csoportokat válogatnak ki, de ez egy, csak annyit róla, hogy itt kb. 18 000 embert fognak országos leszűrni, és ez Európában egyik ilyen legnagyobb idézőjelben populáció. Tehát amire kíváncsi vagyunk, hogy mennyi a néma vírus hordozó, mennyi az átesett, és mennyi a negatív.
Jövő hétfőn történik Balcson a szűrés, mégpedig a rendőrintézetnek a személyzeti helyiségében. Én úgy tudom, hogy konzultáltunk ma 52 páciens kap behívót. Balcson. Én nagyon szépen kérek mindenkit, aki kap behívót. Tehát pont azért, mert rendkívül jelentős ez a felmérés, tehát hogy milyen eredményt fog mutatni, ilyenek ezzel a lehetőséggel. Ez nem vérvételes, ez orvostorok váladék, illetve plusz lesz egy vérvétel, tehát ez egy háromas szűrés lesz. Ennyit tudok egyelőre, és ha jó, tudom, május közepére már lesz eredménye. Tehát ez egy nagyon érdekes felmérés lesz, mert azért a vírusnak a terjedéséről, tulajdonságáról nagyon sokat fog mondani. Négy orvosi egyetem vesz részt egyébként ebben a kutatásban, és azért mondták, hogy a Központi Statisztikai Hivatal válogat ide majd pácienseket, mert hogy különböző korú, különböző szociális helyzetű, esetleg különböző vércsoportú embereket fognak válogatni, mert hogy kutatástárgya az is, hogy a bizonyos genetikai és egyéb tényezők mennyire vannak hatással, akár a vírus szövődményeinek kialakulására, akármi másra. Igen, ez érdekes dolog. Ez a vércsoportos dolog, erről nagyon sokat cikkeznek, hogy az A pozitív vércsoport sokkal sűrűsebben betegedhet meg, mint a nullás vércsoportú. Igen, ez nagyon érdekes. Tehát egy ekkora felmérés, tehát hogy nem csak tüneteket mutató betegeket szűrünk, hanem abszolút válogatott anyagból ez nagyon jó dolog. Ez az 52 személy, amennyiben bízunk abban, hogy mindenki el fog menni erre a szűrővizsgálatra, az ő adataik biztosan bekerülnek egy központi rendszerbe, de általában mi a tapasztalat? Például, hogyha Barcson valakit például a járóbeteg ellátóban ugye leszűrték egy típusú teszttel a dolgozókat, ennek az eredményét az intézeten kívül bárhol nyilván tartják-e, lejelenteni kell-e, vagy csak a pozitívakat? Tekintve, hogy nem vagyunk akkreditált szűrők, egység idézőjelben, tehát ezeket nem jelentjük. Nálunk van egy nyilvántartás, tehát kiket szűrtünk le, milyen eredménnyel. Ezeknek a teszteknek a további lépés az, ha valakit pozitívat szűrünk ki, akkor menjünk az ENTS felé, háziorvos felé, és onnantól kezdve megy a torok, illetve az orrvállaléknak a szűrése. Tehát az úgynevezett WHO protokoll. Így van. Akkor Magyarországon ezek szerint a statisztikákban a WHO protokollosok lehetnek benne. Csak és kizárólag, és a gyors tesztesek nem, tehát elképzelhető, hogy sokkal több embert szűrtek valamilyen módon, mint amennyi a statisztikában szűrővizsgálatként szerepel. Egész biztos. Tehát én úgy tudom, hogy nagyon sok cég leszűrette dolgozót, és szűrheti most is, tehát a kötelező. És érdekes számok jöttek ki, tehát nem mondva a cégneveket, tehát 0,3-0,5, tehát nincs igazából olyan mennyiségű átesett páciens, mint amiről feltételezik, hogy 10-50% között már átesett a fertőzése. Tehát ezt a szűrések nem igazolták. Akkor ő még tart attól, hogy esetleg most a könnyítések kapcsán, ha felelőtlenek vagyunk, akkor elindulhat a vírus újra? Vagy igazán? Én nem szeretnék jósolni, igen, félek. Tehát tulajdonképpen azért nagyon sokat, illetve nagyon keveset tudunk a vírusról, és a tapasztalat az, hogy ha egy helyen elindul a vírus, akkor ott nagyon nehéz megfogni. Tehát nem véletlenül vannak pont az idős otthonoknak, a gyerek otthonoknak a megbetegedései, egészségügyi intézményekben is. Tehát nem véletlenül van az, hogy úgy engedjük be a pácienseket, ahogy engedjük. Tehát megpróbáljuk maximálisan ügyelni a fertőtlenítéset. Tehát változatlan szeretném, tehát nem csak a szájkendő fontos, mossunk kezet, cseréljünk öltözetet, mossuk meg a cipőnket. Tehát mind ahol igazából vírus megjelenhet. Sok a nyitott kérdés, amint már itt megfogalmaztuk a beszélgetés elején. Kit, hogyan és mikor szűrhetnek le például egy-egy olyan egészségügyi beavatkozás előtt, amikor ezt kötelező, erre várjuk a kormányrendeletet, és még sok minden, de egy kérdés, amit szintén egy kedves néző tett fel, tehát a járóbeteg ellátóba is telefonon egyeztetni kell, mielőtt valaki megjelenik. Mi van, ha az illető hallássérült? E-mailben is lehet jelentkezni? Igen, tehát megvan a központi e-mail címünk, megvan a szakrendelések e-mail címe. A tapasztalat, hogy rengeteg jelentkeznek messengeren, és el tudjuk így is látni a betegeket.
Nekem az a kérésem a lakosság felé, hogy a honlapunkat nézzék. Tehát a honlapunkon napra készen, tehát bármilyen változás van, úgy a szakrendelések idejében, úgy szünetelő, mint újrinduló szakrendeléseknél, mert most hetente, illetve naponta történhet változás, amit nem tudunk. Tehát arra kérnék mindenkit, hogy figyelje. És mi is igyekszünk hírt adni róla majd, hiszen a kistérségi járó betegellátó fent van tehát az interneten is. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, igazgató úr, és szerintem még találkozni fogunk a közeljövőben, mert ahogy említette, a vírus nem tűnt el. Köszönöm szépen, biztos vagyok benne. Köszönöm szépen. És a vírus nem tűnt el, a gazdasági szféra sem állt vissza egyik napról a másikra. Hiába van május 4-e, egyre több üzlet kinyithatott, úgy fest, hogy az autószalonok és a szervizek is alaposan megsínylették az elmúlt heteket. De mi is történt ott? Mi az, ami változtatása vagy reménykedésre adhat okot? Gazdasági körképünk folytatása következik. Az alapvető szükségletek piaca fellendült a korlátozások idején, de a gyártás és a kereskedelem számos területén komoly visszaesést hozott a pandémia nyomán kialakult korlátozási rend. Az autógyártás részbe leállt, ez pedig az értékesítőkre is komoly hatással volt. Nem csak az új, hanem a használt autók piaca is visszaesett, többen a megrendelt autók vásárlásától is visszaléptek. Az okmányok érvényesek a vészhelyzet lejártáig, így szervizelésre is kevesebbet költöttek eddig az autó tulajdonosok. A Magyar Suzuki ZRT március 27-től bezáratta elsőként az esztergomi gyárát. Ezzel leállt ugye a termelés, leállt az új gépkocsik kiszállítása is. A már megrendelt új gépkocsik tulajdonosait sorban fel kellett hívnunk, értesítenünk kellett őket a kialakult helyzetről, illetve a türelmüket és a megértésüket kellett kérjük, hogy bizonytalan ideig nem tudják átvenni az új autójukat. A használt autóértékesítés is nagyon visszaesett, de azt látom, úgy tapasztaltam az elmúlt egy-két hétben, hogy az egy kicsit újraindult, hisz szinte az összes használt autónkat most el tudtuk adni, illetve átadtuk őket az új gazdáiknak. Az értékesítést az sem könnyítette meg, hogy nem sokkal a gyár leállása után a kormány a kijárási korlátozásra való intézkedése miatt a Magyar Suzuki ZRT úgy döntött, bezáratja a szalonokat is a vírus elleni védekezés jegyében. Ez természetesen nagy problémát jelentett a Suzuki Barcsnak is, át kellett szervezniük munkarendjüket, át kellett csoportosítaniuk az emberi erőforrásaikat is, ezek pedig komoly intézkedéseket vontak maguk után. Ezek az intézkedések a munkatársainkra vonatkoztak elsősorban. Egy részüket elküldtük szabadságra, nagyobb részüket pedig csökkentett munkaidőben foglalkoztatjuk. Ez most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy jó is lesz, hisz a kormány gazdaságvédelmi intézkedései is erre vonatkoznak majd. Remélem ez picit majd segít nekünk átvészelni ezt az időszakot. Fontos gépeket szerettünk volna még beszerezni, azokat most bizonytalan időre nyilván visszamondtuk. A jó hír azonban az, hogy ezzel a héttel már megnyílhatnak a szalonok, és az elmúlt héten újra indult a Suzuki-k gyártása is, így újra beindulhat az értékesítés. Ahhoz, hogy az emberek nyugodt szívvel vásárolhassanak a szalonban, igyekeznek a lehető legmegfelelőbb higién és szabályokat tartani. A Magyar Suzuki ZRT egy belső körlevélben hozott egy rendeletet, amely szerint nekünk folyamatosan és rendszeresen fertőtleníteni kell az autószalont, az új autókat, illetve az új autók átadásánál maszkot és kesztyűt kell viselnünk. Mi ezt a gyakorlatot kivetítettük a használt autók átadására is, illetve a szervizünkben is nagyon odafigyelünk a szervizelt autók fertőtlenítésére. Karvalics Bea elmondása szerint most a magánemberek vásárolnak kevesebbet, mindenki egy kicsit aggódik, fél és tartalékol. Hát elsősorban nekünk most itt az a fontos, hogy ez a munka megmaradjon, hogy folyamatosan jöjjenek az emberek szervizbe, hogyha kinyitunk jövő héten, akkor az új autóértékesítést is egy picit növelni tudjuk. A legfontosabb az, hogy a munkatársainkat meg tudjuk tartani, ne kelljen elküldeni senkit. Aztán, ha ennek az egésznek vége lesz, akkor majd újult erővel folytatjuk a munkát.
A Bacskár ügyvezetője, Szombati Sándor is hasonlóan látja a piacot, náluk is jelentős a visszaesés. A használt autó és az új autó értékesítés is komoly mértékben visszaesett, ezzel nehéz helyzetbe hozva a céget. Az elmúlt időszakhoz képest 20%-ra esett vissza a forgalmuk, és ez igaz alkatrészrendelésekre és autó értékesítésre is. A kormány gazdaságvédelmi intézkedései mellett ilyen a könnyített hitelfelvétel, a gyors bírálat, a maximalizált THM, egyelőre nem növekszik a kereslet sem az új, sem a használt modellek iránt. A Bacskár ügyvezetője elmondta, hogy próbálnak több felületet és módot is biztosítani arra, hogy akár a személyes találkozást is kerülni tudják a vásárlók. Online értékesítéssel is ki tudják szolgálni a vevőket, volt is rá precedens, hogy így vásároltak autót. A Bacskár Kft-nél is inkább a magánszemélyek mondták vissza a megrendeléseket, de a céges vásárlások száma is csökkent. A cég egyelőre kitart munkatársai mellett, és számára is az egyik legfontosabb cél, hogy megtarthassa kollégái állását. A 2019-es év rekord volt számukra. Az ügyvezető elmondása szerint a cég át fogja tudni vészelni ezt az időszakot, és ha nem is a 2020-as, de a következő évben újrahozni tudja a számokat. Május első vasárnapján köszöntöttük az édesanyákat, a nagymamákat, a dédmamákat. A Barcsi Közösségi Ház és a Szentesi Négyek is különleges alkotásokkal fejezték ki annak fontosságát, hogy még a bezártság idején is van helye és ideje, valamint módja is annak, hogy hálát adjunk. Május első vasárnapján az édesanyákat, nagymamákat köszöntjük. Van, aki ilyenkor verset szaval, mások rajzot készítenek, de akad olyan kisgyermek is, aki zongorázik édesanyjának. A Barcsi Közösségi Ház rajzpályázatot írt ki, igaz, ennek lebonyolítása sem hagyományos módon történik. Kiírtam egy pályázatot, egy rajzpályázatot, amelyre elég sokan jelentkeztek, közel 20 rajz érkezett be a barcsi gyerekektől, és kaptunk felajánlásokat barcsi vállalkozóktól, úgyhogy ezúton is szeretném megköszönni a Vintage Ligetnek, illetve Verőci Eszternek a felajánlását, így ezeket a nyereményeket fogják a gyerekek megkapni vasárnapig, hogy fel tudják köszönteni az édesanyjukat. Ezeket a rajzokat fénykép formájában küldték el nekem üzenetben, interneten keresztül, és ezeket tettem közzé a közösségi oldalon, ahol a család és a barátok szavazhatnak rájuk. A rajzokat a Közösségi Ház munkatársának Facebook oldalán lehetett megtalálni, ott szavazhattak kedvenceikre a szülők, nagyszülők, barátok. A rajzokra csütörtökig lehetett voksolni a like gomb megnyomásával. A pályázaton a legtöbb szavazatot Tóth Liliana munkája kapta. Az alkotások mindegyike lelkes kis kezek munkájáról tanúskodik, különböző technikával készültek, de a központi szerepben természetesen mindegyiken az édesanya áll. Többnyire a gyerekek az édesanyjukat rajzolták le, vagy pedig a kedvenc időtöltésüket, amit az édesanyjukkal szeretnek csinálni. Nagyon színes rajzok készültek, úgyhogy szemnek gyönyörködtető látvány volt, hogy tényleg színekben pompáztak ezek a rajzok. Zsírkrétával is készültek, illetve színes ceruzával is, a kicsitől egészen a nagyig. 3 éves kisgyerek is beküldte a rajzát, úgyhogy hatalmas örömmel osztottam meg azt is. Persze nem mindenki rajzzal köszönti fel az anyukáját, van, aki virágot szed, olyan is akad, aki sógyurmából készít szívet. Vannak, akik még hangszert is ragadnak azért, hogy kifejezzék, miért is olyan csodálatos számukra az édesanyjuk. Sebestyén Csenge édesapjával készíti a meglepetést anyukája számára. Virágot fogunk venni, még rajzot is csináltam, meg éneket is, meg zongorázni is fogok. És mit fogsz elénekelni? Hát ilyen anyáknapi dalt. A Közösségi Ház azonban nem csak anyák napján szervez programot, a járványt megelőző időszakban is rendeztek összejöveteleket, és a nyitás után is színes rendezvényekkel várja majd az érdeklődőket, erre azonban még várni kell. Az utóbbi időben, ugye mióta a Közösségi Ház megnyitott, a Baba Mama Klubot látogatták nagy-nagy szeretettel az anyukák, amit még a mai napig is online formában próbálunk működtetni, illetve nyárra terveztünk táborokat. Hát nem tudom, hogy ezt most hogyan fog tudni megvalósulni. Amint kapunk róla hivatalos tájékoztatást a Facebook oldalunkon, a Közösségi Ház oldalán is közzé fogjuk tenni, illetve a Közösségi Ház ablakában is megtalálható mindenféle információ erre vonatkozóan.
Nem csak a közösségi ház, de a szentesi négyek is igyekeznek a körülményekhez képest a legtöbbet kihozni az idei elég távolságtartó anyák napjából. A négy hölgy, akik már egy éve minden hónapban az aktuális időszaknak megfelelő témával töltik meg a városrész közepén található sátrat, most az anyákat és a nagymamákat köszöntik összeállításukkal. Most anyáknapi sátrat készítettünk, van bábunk, egy anyuka és egy kisfiú és egy kislány, vannak kupakvirágok, megint most tulipánok, és hát szövegbe kiírtuk, hogy köszöntjük az édesanyákat. A sátorépítők csapatáról már korábban is beszámoltunk, a négy hölgy a szentesi négyeknek nevezi magát. Péntek Ágnes, Somogyi Józsefné, Pavlovics Istvánné és Radics Vég Ivet hónapok óta gyűjtik a kupakokat, hogy még színesebbé tehessék munkájukat. Van, aki 200 kilométerről küldi el az alapanyagot, csak hogy meglegyen a megfelelő mennyiségű kupakvirág, de a helyi gyerekek is szorgos kis tagjai a beszerzésnek. Idén egy kis kiegészítés is megtalálható a sátor mellett, melynek kivitelezéséhez már férfi kéz is hozzájárult. Igazából ezt Katink szerette volna nagyon, hogyha lesz biciklink, és utána jött a talicska ötlete majd, és majd még piros ribizlit is szeretnénk, de az még a jövő zenéje. Nagyon szerettük volna, megcsináltuk, Kati férje lefestette nekünk szépen pirosra, és a taliskába büdöskét szoktunk ültetni, a biciklibe pedig muskántlit, pirosat természetesen. A következő téma a vakáció lenne, amit most ugye egy kicsit át kell gondolniuk a tervezőknek, hiszen a gyerekek már egy hónapja otthon vannak, sokan inkább az iskolát, mint a vakációt várják már ezekben a hetekben. De a következő dekoráció mindenképpen a nyarat idézi majd. Júliusban jön az aratás, augusztusban pedig valamilyen strandhoz, strandoláshoz kapcsolódó kompozíciót álmodtak meg a hölgyek. A sátorépítők számára is rendkívül fontos, hogy megköszönjék és meghálálják mindazt a sok szeretetet, amit kapnak édesanyjuktól, vagy kapnak akár nagymamaként. Édesanyámat én csak felhívni tudom, főleg most a járványügyi helyzet miatt, de amúgy is 200 kilométerre lakik, tehát én őt felszoktam hívni, vagy képeslapot küldök neki, ami nagyon meg szokott hatódni, de azt szeretném elmondani, hogy anyák napja a legszebb ünnepünk, ez a nap, hogy mindent köszönünk, köszönjük, hogy indít lehetünk, köszönjük nektek, hogy élhetünk. Ilyenkor a messzi mamák sem maradhatnak ki a sorból, legtöbben levélben, üzenetben, telefonon köszöntik fel őket. Vannak, akik már hosszabb ideje el vannak zárva a világtól a vírus miatt, nekik az idei évben különösen jól esett az, ha gondolnak rájuk a gyerekek, unokák, dédunokák. Ennyi fért a heti krónikánkba, lássuk még egyszer a főbb témákat röviden. Barcsról 52 főt hív be a KSH az országos reprezentatív koronavírus tesztbe. Jövő héten kezdik a vizsgálatokat, stúdió vendégünk dr. Kis Imre László, a rendelőintézet igazgatója. Megkezdődött az idei rendhagyó érettségi. Izgalom, maszkok és magyar feladatok az első napon. Körképünkben igazgatókat és diákokat kérdeztünk a tapasztalatokról. Készül az átjáró a strand és a leendő kemping között. Nem kell külön beléptető kaput építeni, az önkormányzat a kemping tulajdonosának nyitási ígéretére vár. Egyre több óvoda nyit meg Barcson, fogynak a szülők szabadságai, csak a dolgozók gyermekeit fogadják az ügyeleti rendben a bölcsődében és az óvodákban is a városban. A használt és az új autók piacát is derékba törte a koronavírus járvány. Gyárak álltak le, és márkakereskedések kerültek nehéz helyzetbe, de Barcson nem küldtek el dolgozót ebben a szektorban. Ki rajzzal, ki verssel, ki dekorációval köszöntötte az édesanyákat vasárnap, rajzpályázat és kreatív díszítés is szerepelt a Barcsi sorozatban. Kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss Barcsi krónikával legközelebb egy hét múlva, tehát hétfőn jelentkezünk majd a megszokott időben a Híd televízióban és a Barcs Média Facebook oldalán is. További kellemes estét és televíziózást kívánok, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!